Előre szólok, hogy ez ütni fog. Hali papi mami mindenkinek, ma Maridan Tobacco-tól fogjuk kipróbálni a Tingle Tangle dohányát. Hogy ez mit is takar, azt gyorsan elmondom nektek. Grapefruit, lime és maraguja, ez a hivatalos verziója a Tingle Tangle íznek. Annyit kell tudni erről a Maridan Tobacco-ról, hogy ez Németországban készült, és virginiai dohányból, és úgy van tökéletesre ízesítve. A dobozán itt rögtön látjuk, hogy van egy Tingle Tangle felirat, és ezen kívül igazából a szokásos körbetiltásunk, hát már ugye megszokhattuk, hogy ez nem túl gusztusos, de hát ez van. Belülről, hogyha kinyitjuk, egyébként, hiszen nincs más, hogy megszaglásszuk, ugye itt van belőle a dohány, de egyébként ez nem így van benne, már ebből csak ennyi maradt, nem így van benne, hanem mindjárt mutatom, itt van például egy True Passion-től egy Ringerangle, és hát egyébként így van benne, tehát tudom, hogy látszik-e, ilyen kis zacskóban van a csomagolás. Nézzük akkor meg, mit érzünk ki ebből. Az illata, az gyerekek, így beleszagolsz, és így nem tudsz más mondani, csak azt a rohadt. Így ez. Tehát azt a rohadt életbe. Eszméletlenül finom illata van, friss, gyümölcsös, rögtön kiérzed ezeket a dolgokból. A lime az teljesen előtérben van, és a grapefruit, hát a maraguját azt most így konkrétan nem érzem ki. Egy nagyon lime-os, grapefruitos ilyen íz bombát kapsz tényleg, rettentően intenzív az illata, és nagyon-nagyon finom illata van, már beleharapnál legszívesebben. Ami nagyon érdekes, hogy egy picit, hogyha amikor letakartam, és kinyitom, és hirtelen megcsap az illata, egy picit a kólára emlékeztet. A citromos kólára volt ilyen, vannak idején ilyen citromos kóla, vagy ilyen nagyon kellemesen háttérbe kólás illata van, nagyon-nagyon érdekes. Most egy agyakkerámiába fogunk tömni, amiből csak citromot és narancsot szívtunk, jól át van itt az, hogy még intenzívebb legyen ennek az íze, ennek a lime-os grapefruitos íznek. Kicsit összekeverem, mert már itt az aljára legyült a melasz. Elég melasszós a téma, bár tegyük hozzá, hogy ez már az alja ugye a csomagnak, és hát ide leül a melassz azért egy picit. Aprítottságát tekintve ezzel semmit nem kell csinálnunk, tökéletesen van aprítva. Egyébként már most mondom, hogy ebben még egy kis mentát bele lehet tolni, és akkor tényleg már valami olyan szintű, brutálisan finom koktélt fogunk készíteni magunknak, hogy nem fogjuk mi se elhinni, de nem akarom most itt leszpoilerálni előre, mert én már ugye szívtam ezt az ízt. Hát látjátok, azért hamar fogy. Picit rendezünk rajta, hogy levegősebb legyen. Tegyük hozzá, hogy ennek a dohánynak azért a megégési faktora az elég pici, tehát hogyha kis odafigyeléssel is úgy akarom mondani, nagyon jót lehet vele pipálni, sőt, szénkonzollal a legérdemesebb ezeket elszívni, de én most nem azt fogom, mert közben a szénkonzolom megadta magát, úgyhogy most fóliázás lesz. Ha nem tömködjük ugye erőből, mert hogyha összenyomod a dohányt, összepréseled, akkor megég a teteje, és akkor a többi meg nem kap levegőt, illetve nem kap hőt. Ilyen levegősebbre kell tömni, úgy értem. És kiukasztott fóliát használok, amit már egyszer használtam, de tökéletes lesz. Na hát először is bocsa, izé napszemvegér, meg tényleg, hogy itt így ülök bent. Az előbb elkezdtem itt fölvenni, hát megvakulok egyszerűen, annyira süt a nap, hogy pont most olyan idő van, 5 óra van egyébként, amikor ezt fölveszem. Ha leengedtem a redőnyt, akkor meg a kameraképp szar, úgyhogy most nem tudok mit csinál, már így is szétégeti a képem. Tehát egyszerűen annyira tűz a nap, mondjuk hál' Istennek. Na, úgyhogy erről ennyit. Hát már úgy hunyorogtam, mint egy idióta, mondom most mit élek itt. Ó, hát ez nagyon jó. Televe ugye azt mondják, hogy ennek a Maridannak a Tingle Tangle-jének, meg eleve ez a Tingle Tangle, ez ilyen elég nagy a hype-ja ennek a dohánynak, de én azt gondolom, hogy nem véletlenül egyébként. Így nagyon oda van érte mindenki, mondják, hogy mennyire egy nagyon jó dohány. Hát,
Várom, hogy még egy picit elinduljon a téma, egy kicsit bejebb is rakatom a szeneket bátran. A Dud piramid pipából pipázom, amiként pont kitisztítottam, az egészet elmostam megint, mert néha az nagyon jót tesz neki, főleg ilyenkor, amikor valamilyen nagyon, nagyon kedvenc dohányt szívok. Egy Namor mosható cső van hozzá, egy házi szívóvéggel, én készítettem. A gyakkerámia van most rajta, a citromos, 3 darab kokobrikó páncélfólia. Az első szívásnál rögtön érzed ezt a grapefruitos, lime-os érzést. A grapefruit az akkor jön, amikor szívod, a lime az szinte itt a nyelvet hegyén tényleg rajta marad. Ilyen citrusos az egész. Maragúját is lehet majd benne felfedezni később, most még ez nem jön. Egy nagyon picit, de azt hiszem, hogy ez csak ilyen megbolondítása az egésznek. Eszméletlen, olyan finom, harmonikus, lágy keverék, komolyan, hogy az ember teljesen oda van érte. Aki kedveli a citrusos dolgokat, én nagyon szeretem őket. Hát ez a dohány, ez tényleg, tényleg tökéletes. Nem tudok rá egyszer rosszat mondani, ez eszméletlen. Nagyon fontos már az elején, hogy nem egy Starbucks, tehát nem hegyi levegőt szívok, nem ízesített levegőt szívok. Van benne egy minimális craft, de tényleg pont az is ugye van találva, hogy a német dohányról beszélünk, ezek általában azért mosottabb dohányok. Sokkal könnyebbek, mint mondjuk az ilyen keményebb, tradicionális dohányok, tehát annál sokkal-sokkal gyengébb, tehát abszolút kezdőknek is ez nyugodtan, ezzel biztos, hogy jól jár mindenki. Olyan ez az íz, hogy szívod, és még akarsz belőle. Nem lehet letenni, egyszerűen. Tehát nagyon jó. Most rögtön így feltűnik, hogy ami az illata, az az íze. Tehát nincsen ilyen változás. Tényleg nagyon-nagyon ugyanolyan az íze, mint az illata, amit hoz. Tehát azt a nagyon frisses, lime-os grapefruit van abszolút az előtérbe. Hát ez nagyon jó. Egyre jobban fog erősödni egyébként ez a felhő is. A szerencsére már kicsit lejjebb megy a nap, meg kiég a szemem még így is. Egyre jobban hozza majd a tömörségét, majd ezt látjátok közben. Remélem látni majd a videón is. Tehát jó nagy felhőt lehet belőle fújni, nem csak úgy püfögtetsz. Minden egyes szívás, ez komolyan egy öröm. Tehát az ilyen dohányba öröm beleszívni, tényleg brutálisan jó. Azért a németek tudnak valamit, tehát azért nem véletlen a minőség. Itt mindig eszembe jut egyszerűen, hogy amikor valami magyar termékről van szó, akkor mi egyből mondjuk, kivéve mondjuk a Túró Rudit, mert az egyetlen ilyen zseniális magyar termék. Jó, biztos van még pár, de ugye azt megszoktuk, hogy valamiből nézzük, és akkor ez magyar, akkor azt inkább hagyjuk. Hogy nekik ez milyen lehet, hogy szerencsére német, és akkor mit csináltuk, akkor biztos jó. Szóval az életérzés ugye mindenben, tehát ők nagyon precízen készítenek el mindent, még a vízipipákat is külön, a kellékeket is, ugye ezeket a szénkonzolokat, tehát mindent egyszerűen olyan profin kivitelezik, hogy tényleg ilyen. Hát ez a német precizitás, ez egyszerűen mindig, tényleg annyira törekszenek a precíz dolgokra, ez annyira tetszik. Hát itt is a dohányba, itt most ez itt megint előjön, hogy egyszerűen így érezni a dohányon, hogy foglalkoztak vele. Nagyon sok dohány ugye ott bukik el, hogy nesze íző. Grapefruit íz, azt jó van, az kevernek ki valami ízt, aztán semmi köze hozzá, vagy hasonlít, de hamar elmegy az íz. Hát ez nem, ez tökéletes keverés. Legalább, tehát nehezebb egy jó dohányról beszélni egyébként, mint egy rosszról, mert el lehet mondani, hogy miért rossz egy jó dohányról, meg mit mondasz azon kívül, hogy
Eszméletlen finom és jó íze van. Abszolút ajánlom egyébként mindenkinek. És akkor itt jöjjön be az a rész is, hogy nyilvánvalóan ez egy olyan dolog, hogyha valaki alapból a citrusos ízeket nem szereti, tehát azt mondom, hogy próbált már párat, de neki egyszerűen valamiért alapból nem jön be, akkor még arra is azt mondom, hogy egy próbát tegyen, hát ha ez a fajta keverék, mert azért mondom, itt azért többféle dolog keveredik, tehát nem arról van szó, hogy nesze grapefruit, és akkor az a nagyon ilyen grapefruit íz így jön, és mert van ilyen dohány is, amiket egyébként azt is nagyon szeretem, hanem tényleg egy nagyon lágy keverékről van szó, de nyilvánvaló az nem lesz oda ezért se. Tehát ezek az ízek ugye már elég ízlés kérdése is sok. Íz, itt a minőséget, ha nézed, az viszont tényleg tökéletes, meg hát ha ízlik, ez a vonal, ez a citrus vonal, akkor meg egyszerűen kihagyhatatlan. Szóval, aki szereti azt, annak meg kell kóstolni. Ez egy olyan, hogy oda nyújtanám neked, hogy na akkor ezt kóstold meg, mert mondd meg, és beleszívsz, és azt mondod, hogy ez nagyon jó. Láttam tesztet, ahol például kimondtan azt mondták, hogy jaj, a nagy hype ellenére, meg ezek most hype-olják ezeket a dohányokat, hogy annak ellenére most úgy, annyira nem kéne, mert hogy jó, hogy finom, de hogy így, mert én meg ezt nem osztom, én azt mondom, hogy nem véletlenül ez a hype, nem véletlenül, hogy ennyi embernek tetszik ez az íz, ennyi ember nem téved, itt most nem fogok ilyen különlegesen majd én megmondani, hogy azért jó, annyira azért nem, ez tényleg tökéletes ez a dohány, és nem tudok róla, nem tudok belekötni, tehát nem, próbáltam, hogy most mi lehet a negatívuma, de jó neki a szeletelése tökéletes, ahogy fel van ugye aprítva, a melaszosságot, eredeti melasz van benne, nem ilyen hozzáadott műizé, hogy így hozzá van öntve még a trutyi, hogy álljon benne, szépen issza a dohányt, tehát azt is látod, a melaszossága is tökéletes neki, nagyon sokáig bírja, nagyon finom az íze, azt hozza, amit ígért, nem lehet egyébként belekötni, tehát van ilyen, hál' Istennek. Most mint egy atomtámadás közben pipáznék, körülbelül már olyan érzésem van. Ez elég zavaró. Hát csak kiülök az erkére, az még durvább egyébként. De hát örüljünk neki, hogy itt van a nyár, aztán lehet ezeket a citrusos dolgokat. Még egy dolgot talán elképzelnék bele, még egy csipetnyi mentábbe jöhetne, hogy még hűvösebb érzés legyen. Egyébként belenyomtam egy egész tálca jeget, ez el is olvadt közben már. Úgyhogy nagyon jó hűsítő is így az íze. Nézzétek, milyen gyönyörű. Hát ez egy ilyeneket. Ebből elszívnék bármikor egy kilót elszívnék belőle, úgyhogy pipax, bármikor tömheti az ember. Megmondom őszintén, most nem fogok itt élvezkedni ezen a dohányon, itt ilyen 50 perces videóba, mert ismerem ezt a dohányt, nagyon sokat szívtunk már belőle, nagyon minőségi, úgyhogy mindent el tudok mondani róla. Ez egy több órás pipa. Tehát úgy értve, hogy mondjuk egy másfél órát kibír a pipa. És még a végén is, amikor már plusz szenet mondjuk még rádobsz, akkor is hozza az ízt. Tehát nagyon durva. Nagyon-nagyon jó. Direkt hagytam egy ilyen tömésnyit ugye a videóra, mert közben mindig terveztem, na majd felveszem, na majd felveszem, de ez annyira finom volt, hogy mindig elszívtuk. És akkor majd fölveszem, még tömünk egyet majd, ez megint, és akkor mindig ez volt. És most úgy hagytam azért több hétig, és akkor most megint rájöttem, hogy úristen, ez milyen jó dolog. Egyébként így képzelem el, nem, hogy ledobtak egy atomot, így még a villanástép látom, mint most, és akkor még azért egy ilyet elszívok így gyorsba. Nem? Még előtte, amikor már szirénáznak, akkor még gyorsan a szén felízzik. Hát most mit tudsz csinálni, mint egy jót pipázol, nem? Az utolsó pillanatokban, és akkor várod a lökés hullámot. Most nem tudom, hogy biztos, hogy rá pippantanék még egy ilyenre, hogy akkor...
A gyerekek, ezt én összefoglalom, jó, mert ezen nincs mit kozmetikázni. Tehát először is kinek ajánlom? Minden kezdőnek ajánlom a dohányt, aki most ismerkedik a dohányokkal, tehát aki mondjuk váltott, vagy éppen mit tudom én most tér rá, tehát kezdésnek is abszolút teli találat, az biztos, hogy megszeretteti a dohányt azzal, aki most kezd vízipipázni, mondjuk dohányra tér, áttér. Az, aki szintén próbálta a citrusos dohányokat, de még ilyet nem szívott, annak egy kánoán lesz szintén, tehát azt fogja mondani, biztos vagyok benne, hogy ez egy baromi jó keverék, nagyon finoman hozza a grapefruit ízt, közben benne van ez a lime-os, citrusos íz, lágy az egész, krémes, a maraguja is ott van benne, az kicsit ilyen édeskés, savanykás ízt még ad neki, hát nagyon-nagyon jó dohány. Aki nem csípi az ilyen citrusos dolgokat, mondom, egy próbát az is te, de valószínűleg nem fog neki ízleni, tehát azt fogja mondani, hogy jó, most ebben milyen jó, ugyanolyan, mint egy citrusos dohány, illetve ugyanazt azért fogja érezni. Tehát aki nem kedveli ezeket, illetve a különböző mixekkel így nincsen annyira kibékülve, bár mondjuk tegyük hozzá, hogy ez egy nem egy olyan mix, hogy valami őrületes keverék, azért a grapefruit lime, meg narancs, meg ezek azért eléggé összeillenek. Tehát bátran ajánlom ezt a dohányt. Hát nagyon, nagyon zseniális dohány. Biztos, hogyha lesz újból mondjuk ilyen top összeállításom dohányokból, akkor ez a dohány ez belekerül. Nem tudok róla más mondani, nagyon kellemes, megbízható, precíz dohány, másfél órát kibír, őrületesen gyönyörű. Hát köszönöm, hogy megint velem tartottatok. Bőfüstöt mindenkinek, aki kipróbálta, az mindenképp írjon ide, hogy mi a véleménye. Az is írjon, akinek esetleg ez a dohány valamiért nem jött be, hogy az legyen egy ilyen is. Én nekem nagyon ízlik. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, Halipapi mami.